Baskó Péter Tamási Áronnak egy tanulságos történetét olvasta fel. Egyszerűen, szabadon és igazán szólnak. Azt mondják, hogy amiről beszéltem, a föld a magyar föld. Nagyon-nagyon örültem a meghívásnak, és valahogy úgy érzem, hogy a magyar nyelv óvása, védése az nagyon fontos feladat, nem csak egy színésznek, hanem általában az embereknek, mert borzasztóan romlik a nyelv. És azt vettem valahogy észre, hogy a színpadon nem mi színészek mutatjuk meg a szép magyar beszédet, hanem valahogy a színpadra följön az utcának a slendrián koszos nyelvezete, és ez nem jó. Mert hogy legalább legyen egy hely, ahol az ember fölmutatja azt, amit gondol erről a gyönyörűségesen szép magyar nyelvről. Hűzhetünk még ahhoz reményt, hogy a színpadról olyan színpadi beszédet, olyan magyar nyelvet fogunk hallani, ami valóban pallérozhatja a magyar nyelven beszélőket? Én bízom benne és hiszek benne, noha van egyfajta divat, és ez nem jó divat, hogy a természetes kedés, hogy a színész akkor természetes, hogyha úgy mormog egy kicsit az orra alatt, és aztán már a harmadik sorban nem érti senki. Szóval ha nem tudom átadni, ha nincs bennem a vágy, hogy megértessem azokat a gondolatokat, az viszont nagyon, nagyon nehéz, hogy az ember azt az emelt hangot, amit a partnerével használ, az természetesként fogadtassa el a nézővel. Ne érezze a néző azt, hogy egy erőltetett, erős hangon próbálják eljuttatni hozzá a szöveget, holott ő ugye nem süket, megérti ő azt. Tehát a színpad természetességét megőrizve, de nem elnyelve a hangokat, és nem tönkretéve a beszédet azért, hogy én amúgy természetesnek tűnjek. Erre vigyázunk.